válogatott tagjaként részt vett a világbajnokságon, az Európa-bajnokságon és a Balkán-bajnokságon. Természetesen fontos kiemelni azt is, hogy az összes versenyző mindenki hozzájárult ezekhez a szép eredményekhez a saját angazsáltságában. Так вот, jedan, baš jedan takmičar koji je nastupio na takmičenju nije ostao bez neke medalje. Tehát gyakorlatilag 5 versenyzők volt a válmi keretben. To ma balkánskom championál. És ez a Balkán bajnokságon. Dakle, ja sa mojej strane mogu zaključiti da sam zadovoljan sa rezultatima. Én, mint edző, nyugodt élekkel mondhatom, hogy elég idejem naša posada osvojila prvo mesto i naravno na svetskom prvenstvu koje držem u Krakaju u Litvani idejem osvojio smjerac treće mesto. Dakle, ovo je prva, da tako kažemo, svetska medalja koja je stigla i do Vrčkog kluba Palić, odnosno na sela Srbije. I tu je sa nama i predstavnik, odnosno selektor reprezentacije Srbije, gospodin Nebojša Ilić. Da li možete da kažete da ste očekivali ovakav rezultat naših reprezentacija na ovom takmičenjima? Što očekujete od veslača kada je u pitanju Vrčkog kluba Palić? Zato Nebojša Ilić, kérdezem tőle, hogy ő, mint selektor, milyen tehát mennyire van megelégedve a munkánkkal. Hvala, sve vas pozdravljam. Köszönöm szépen mindannyiunkat, üdvözlöm. Te članove kluba, upravu kluba, trenere. A tagjait, a vezetőséget, trénereket, edzőket. Predstavniki grada Subotice, koji su sigurno puno pomogli da Veslački klub živi postiže ove rezultate. Természetesen Szabadka városnak a vezetőségét, akik biztos bizonyára hozzájárultak ahhoz, hogy ez a klub ilyen eredményeket tudjon elérni. Moram da kažem da mi je, da sam veoma zadovoljen i da mi je srce puno kada smo uspeli da osvojimo ove godine po prvi put u istoriji medalje na Evropskom atletskom prvenstvu i to u disciplini osmerac. Meg kell, hogy mondjam, hogy a szívem is és a lelkem is azban aranyérmet tudunk elhozni. Razlog za to zadovoljstvo je pored je taj osmerac sastavljen od članova iz 6 klubova iz Srbije. Külön érdekesség ennek a dolognak az, hogy 6 klubnak az edzései húztak ebbe a 8-as csónakba együtt. I što je to dobar primer da ukoliko imamo zajednički cilj i udružimo sve naše snage da rezultat uvek je dođe kao posljedica takvog jednog odnosa prema radu. És ez számunkra azt bizonyítja, hogy az összefogás ereje a mindent legyőz, és hogy nagyon szép eredményeket tudunk ilyen módon elérni. Náramo veli merta. Természetesen Martin külön ki kell emelni, aki ugye a 8-asnak a ti tagja volt. Iámo certitem na posztitúti mezutatina. Gratulálok neki a belét eredményeket. Ugyanakkor Martin a skipbe is kiemelkedő eredményeket ért el az előző két évben. És hiszem azt, hogy előtte egy nagyon komoly sportkarrier áll. Fogató, hogy pokázod, hogy sposobban da vesla i u skipu, odnos a full disziplinába, i u rimen disziplinába. Különösen azért, mert a full és a rim fajta evezésben is kitűnő eredményeket ért el. Također želim da čestitam svim ostalim članovima reprezentacije koji dolazi iz Veslačkog kluba Palić. Ugyanakkor mindenkinek szeretnék gratulálni, aki a Palicsi klubból bármilyen módon bekerült. Poznato je da Veslački klub Palić uvek predstavlja oslonac, odnosno osnovni deo ženske veslačke reprezentacije na Balkanskom šampionatu. Az is köztudott,